Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Broyer Péter. A Pirkadat mai vendége... Edélyi Rezső Krisztián, elemző a Nézőpont Intézettől. Szép jó reggel, Jó, jó reggelt kívánok! mindenkit arra buzdítok, hogy hétfő reggel van, valami pozitív válaszokat szeretnék. Az se baj, ha nem igaz, de már valami pozitív legyen. Miért van az, hogy hála a mindenhatónak van legalább hét kutatóintézet, ami eredményeket közöl, felmérések tömkelegét, de hát nem nagyon találkoznak az eredmények. Alapvetően nyilván minden kutatóintézet, vagy nem minden, de a legtöbb kutatóintézet más-más módszertannal dolgozik. Igen. Uh, ugye azért azt fontos látni, hogy nem feltétlenül ugyanazok az eredmények jönnek ki, hogyha a telefonon kérdezzük meg az embereket, meg tudunk olyan kutatóintézeteket, most hadd ne mondjak neveket, akik kizárólag, on, kizárólag online módon dolgoznak. Na most nyilván, hogyha én is szoktam látni hirdetéseket, amit feldob nekem a közösségi oldal, amelyik arra biztat, hogy töltsem ki ezt vagy azt a felmérést, nyilvánvalóan más korosztály fogja megkapni. A súlyozzák utána is próbálják kiegyenlíteni, de azért mégiscsak teljesen más a korosztályt tudunk megcélozni telefonon. Meg Őszinték vagyunk egyáltalán, amikor célozni. telefonon fölhívnak, mert én eléggé türelmetlen vagyok ilyenkor. Ez azért egy nagyon jó kérdés, mert ehhez minden egyes ember fejébe bele kellene látni, ami nekem még nem megy, és szerintem másoknak sem. De igazából nincs okunk kételkedni abban, hogy őszintén válaszolnak azok az emberek, akik veszik a fáradtságot arra, hogy válaszoljanak. Tehát azt ugye... Nem lehet mindenkit elküldeni, hisz én ugyan nem félek senkitől, de ha már tudja a nevemet, meg tudja a telefonszámomat, akkor a jó Isten tudja, hogy honnét telefonál. Én ilyenkor megszoktam köszönni a lehetőséget, és nem élek vele, de minden ötödik telefonálónak azért, hogy ne legyen rossz hírem. De a napnak vége van, általában olyankor hívnak, vagy mit tudom én, vasárnap reggel, és akkor, akkor nem örülök. Egyébként nagyon sokan vannak, akik a akik nem válaszolnak a kérdésekre, és pont azért van az, hogy ha most a saját példánkra hat hivatkozzak, van egy ezerfős telefonos kutatás, akkor az nem ezerfőt jelent, hanem ennek a többszörösét, mert nagyon sokan vannak, akik, akik egyszerűen nem kívánnak válaszolni a kérdésekre, ilyen vagy olyan okokból, és ahhoz, hogy a kutatás az reprezentatív legyen korra, nemre, társadalmi csoportokra, mindenre, ahhoz az ezerfős minta lekérdezéséhez, mondom, ennek a többszörösét kell felhívni. Minden esetre önöknél a Fidesz előnye hiba határon túl is előbbre van, mint az ellenzék. Így van, és nem feltétlenül a teljes népességnél fontos ez, mert ugye a teljes népességen belül a kisebb a, a különbség a két nem azt mondom, hogy két párt, mert nem két párt, mert ugye a fidesz kdnp ről beszélünk az egyik oldalon, a közös baloldali listáról a másik oldalon. Ugye mi már nem mérjük külön az ellenzéki pártokat, deklarálták, hogy együtt indulnak, nincs értelme a mi véleményünk szerint őket már külön mérni, hanem, az eredményeket kapnánk. hanem azoknál van a, a nagyobb különbség, a kormánypártok és az ellenzék között, akik biztosra mondják, hogy elmennek a választásokra, hiszen a, a teljes népességből jól tudjuk, hogy nagyon-nagyon sokan, nézzük meg egyébként visszamenőleg a választási részvételi adatokat, nagyon sokan egyszerűen nem mennek el választani. Tehát, hogy persze van pártszimpatiájuk, kedvelik ezt, vagy azt, vagy amaszt a, a pártot, de a választás napján mégis azt mondják, hogy ők nem kívánnak élni ezzel a, a lehetőséggel. Az persze már az egy másik kérdés, hogy akkor utána ők milyen a milyen véleményeket mondanak, hogyha amikor lehetőségük lett volna befolyásolni, akkor, akkor nem éltek vele. Ugye ismerjük mindannyian azt a, a, talán ismerjük azt a képet, amikor van két nagy csoport ember, egy kisebb meg egy nagyobb, és a, a nagyobb csoport az azt mondja, hogy én nem megyek el választani, úgyse rajta múlik. Csak éppen ők minden mentek el választani, és hogyha ők minden mentek volna, akkor valószínűleg rajtuk múlott volna. Igen, de egyre többször bebizonyosodik például az izraeli választásoknál, hogy van egy urna, ahova leadja az igazi szavazatát, és van egy közvéleménykutatóknak, ami előbb számolnak meg, és ez meg ez az nem ugyanez. A... Tehát nem mindig mondanak igazat. Egyébként ez is elképzelhető, bár azt azért tegyük hozzá, hogy a magyar és az izraeli választórendszer az. Nem azt mondom, hogy köszönő viszonyban nincs egymással, mind a kettőben van a lista, csak éppen az egyikben csak az van a másikban meg a magyarban annak van a kisebb szerepe. Tehát, ha megnézzük Magyarországon a, a pártámogatottságot, akkor kioszhatunk egy, egy országos támogatottságot, viszont azt nem látjuk feltétlenül, hogy ez hogyan oszlik meg mondjuk Borsot 2-től Győrmoson-Sopron 3-ig, és azért, hogyha megnézzük a magyar parlament összetételét, akkor az országgyűlési egyéni választókerületeknek van nagyobb súlya. Ugye van 106 egyéni választókerület, és ehhez képest csak 92-93 ember szerepel a listán. Míg ehhez képest az izraeli választási rendszer a teljes egészében a listákra épül. Meg is látszik ennek az eredménye, ugye, hogyha megnézzük a, a Knessetet, akkor egy tucat párt ül benne, hogyha megnézzük a magyar országgyűlést, akkor körülbelül a fele. De mivel magyarázza azt meg, hogy az elmúlt időben például az ellenzéknek a pártjai, mert azért ez az nem ellenzék, ez marad a francia saláta, tehát ezek külön-külön csak most valamire összeálltak. Most egyre zöldebb lett mindenki, az is, aki szerintem azt se tudja, hogy mi ez a zöld. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy trend akar lenni a részükről, hogy azok a pártok, ugye vannak... Vannak olyan pártok az ellenzéki összefogásban, amelyik deklaráltan zöldnek mondják magukat. Egyébként meglepő módon, vagy kevésbé meglepő módon, ők a legkisebbek, tehát az LMP, illetve a párbeszéd. És uh ez egy olyan ideológiai töltet, amit a többiek is azt gondolják, hogy át kell de venni a, nézzük meg például Németországot. Ma már ugye a, a zöldek a CDU-CSU-val egy a súlycsoportban vannak, egy szinten vannak a mérésekben. És ezt nyilvánvalóan az ellenzék is látja, és azt mondja, hogy ha ők zöld témával kampányolnak, akkor az talán hozhat szavazatokat. Az megint más kérdés, hogy de Németországot de nálunk is és Magyarországot a... ne hasonlítsuk össze. Nálunk is elindulnak ezek a nappanelok, külön akciók vannak erre, tehát mindenhol, hogy Németországban már minden is tálon napkollektor van, hamarosan nálunk is lesz. Ugye önmagában az, hogy zöld kérdésekkel foglalkozik a politika, az jó és szerencsés dolog. hogy emlékezzünk néhány évvel ezelőtt a miniszterelnök bejelentésére a környezetvédelmi, illetve a klímaváltozási akciótervről, csak az a kérdés, hogy vannak-e a bejelentések mögött tettek, vagy pedig ezek szimplán kampányeszközök. Azért az egy nagyon nagy különbség, hogyha azt látjuk, hogy például elektromos autók megvásárlását támogatja a kormány, ami egy, egy tevőleges eszköz arra, hogy lecseréljék a régi benzines vagy dízeles autókat, vagy pedig egyszerűen csak. És mérhető fok... kapásból, hogy. És mérhető, hogy ezzel hány tonna széndiokszid kibocsátást porolnak meg, vagy pedig szimplán az ellenzék elmondja, hogy hát szerintük PACS 2 nem környezetbarát. Igaz, hogy nincs széndiokszid kibocsátása, de szerintük nem környezetbarát. Hát ez egy jó kérdés. Mennyire érdekli a választókat ez a zöld kérdés? Tehát Borsod Abba üzenplénél ott, ott is fontos? Mert mindenkinek szerintem más fontos. A, én itt megint... az életkörülményeihez képest foglalkozik ezzel. Én itt ö, azt mondanám, hogy igazából ez a választóknak egy... Ö... Nem is feltétlenül egy szűk rétegét, de egy kisebb rétegét érdekli. Nyilvánvalóan mindannyian foglalkozunk. Hát aki a, a kh minden mindent betesz, mert nem akar fázni, őt nem érdekli a zöld. Nyilvánvalóan őt az érdekli, mindannyian hogy... foglalkozunk valamennyire, ha csak áttételesen is, vagy tudattalanul is a, a, a bolygónak a az ökoszisztémájával nyilván nem ebben a formában, hanem úgy, hogy milyen egészségi állapotban lesz a gyerekünk, hogy fog élni, és a többi, és a többi. de alapvetően a zöld kérdést a központba, a politikai gondolkodások központjába viszonylag kevesen helyezik, bár az tény, hogy azoknak az embereknek, akik ezt a kérdést a, a, a politikai gondolkodásuk központjába helyezik, nekik nagyon nagy a... Az erejük vagy az elérésük nagyon hangosan a, tudják ezt artikulálni. Azok az emberek pedig, akik kevéssé foglalkoznak vele, nyilván itt a, az országnak a vidéki részeiről beszélek, ők kevésbé foglalkoznak vele, viszont kevésbé is artikulálják a véleményüket akár a tömegmédiában, akár bármilyen más módon. Egyre másra mindenki áttér e, a közösségi oldalakra. Önnek mi a véleménye? Tényleg ott fog eldöltni a közösségi oldalakon, hogy ki lesz Magyarország miniszterelnöke, ki fog kormányt alakítani? Tehát az országnak a fele nem internetezik, vagy a negyede nem internetezik, tehát nincs meg neki a hozzáférés, meg lehet, hogy nem is ebbe a formába érdekli őt a politika. Közép és hosszú távon nagyon fontosak lesznek a közösségi oldalak. Uh, itt Válaszuk ketté talán a kérdést, mert 2022-ben talán még nem, uh, nem olyan mértékben. Tehát biztos, hogy a 2022-es választásba is lesz beleszólása annak, hogy ki milyen kampányt folytat a saját közösségi oldalán, főleg az ellenzéken belül. Uh, de azért, ahogy megyünk előre az időben, és ahogy nőnek fel azok a fiatalok, akik már eleve úgy születnek, hogy szinte okostelefonnal a kezükben, és uh, mennek el uh, azok az idősebb generációk, uh, akik még nem használták a, ezeket a fajta kommunikációs eszközöket, úgy ennek, hogyha nézzük 26-at, 30-at, 34-et, ennek egyre nagyobb szerepe lesz. Igen, csak egy baj van. Nekem, mint közszereplőnek van hét különböző oldalam, és ezt a hét oldalt különböző oldalakról állandóan támadások érik. Tehát valami akkor nem kóser a dologba. Valóban a, a technikának ezzel a részével. A, nagyon nehéz mit kezdeni. Ugye folyamatosan van Budapesten is, meg Brüsszelben is, van egy, egy diskurzus arról, hogy kellene-e szabályozni ezt a közösségi oldalt, vagy a közösségi oldalakat, akár uh, uniós, akár nemzetállami törvényekkel. Uh, itt ugye elég megemlíteni azt, hogy például a momentumnak az LP képviselője, Donát Anna, folyamatosan arról beszél, hogy ezt Európai Unió szinten kell szabályozni. Magyar kormánynak az az álláspontja, uh, és itt talán Varga Judit szokott leginkább megnyilvánulni, hogy uh, igen, igen, ez egy érdekes kérdés de a nemzetállami szabályozás azért az mégiscsak egy nagyon fontos dolog. Viszont azért azt tegyük hozzá, hogy olyan cégekről beszélünk, olyan tekóriásokról beszélünk, amelyek az Európai Unió joghatóságán kívül vannak. Tehát, hogy ha csak a legnagyobb közösségi oldalt nézzük, van egy darab európai leányvállalatok Írországban, és pont. És a teljes joghatóság az az Egyesült Államokban van. Az Egyesült Államokban meg azért kisebb talán az igény arra, hogy ezeket az oldalakat szabályozzák, ne adj Isten megadóztassák. Hát az amerikai elnök esetében keményen szabályozták. Az egy, hogy mondjam, azért az egy belső szabályozás, amikor talán azt mondhatjuk, hogy lejt a valamelyik jelöltnek, meg egy külső szabályozás, az, az, két különböző dolog, tehát hogy azt nem szabad összehasonlítani. Köszönöm, hogy velünk volt és visszavárjuk. Köszönöm. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Erdélyi Rezső Krisztán a nézőpont ellenzője volt stúdiónk vendége a pontos idő 8 óra, következik a híradó, igen, egy zsidó szemüvegen keresztül, egy általán vélt objektív híradó. Ha valakinek építő jellegű véleménye van, rajta ragadjon tasztatúrát, írjon levelet, telefonálja, csak könyörgöm, ahogy szoktam mondani, nem évfél után. Akkor jöjjék a híradó, a híradó után jövünk vissza, tartsanak velünk.